Koncznék Ádár Katával beszélgetünk itt az otthonában, hogyan élnek itt közösen Koncz Gábor színművésszel. Gáborral 7 éve élünk együtt, és mondhatom, hogy nagy a szimbiózis közöttünk. Sok közös van bennünk, a környezet szeretete, a vadászat szeretete, az építészet szeretete. Lényegében a reggeltől estig együtt töltjük a napot. Mindenhová együtt megyünk, mindent együtt csinálunk, ami kicsit unalmasnak hangozhat, vagy túl soknak, de mi ezt nem érezzük, mert támogatjuk egymást mindenben. Dolgozunk a ház körül, nagy ház, nagy kert, van mit csinálni, szeretjük, de közben szakítok időt az alkotásra, mert szükségem van rá, hogy legyen valami saját. Az alkotás az gyerekkoromtól kezdve jelen van az életemben. Gáborral úgy találkoztunk, akkor éppen mézes kalácsot írókáztam. Aztán Gáborral ellentétben bennem még azt hiszem mára sem fogalmazódott meg egy egyenes irány, hogy konkrétan mi szeretnék lenni, szóval több minden is szeretnék lenni még mindig. És a madáretetők, azok a Covid alatt, valahogy így alakult Covid alatt az élet, kellett valami elfoglaltság, mint mindenki más, mi is beszorultunk a házba, a saját milliónkbe, és újra hasznosítok, tehát eljutottam a boltba, és akkor valahogy így úgy alakult, hogy kezdtem el összegyűjtögetni, amit találtam. Ez mindig egy kihívás volt. Ezt szeretem, ezt az újrahasznosítás dolgot, főleg úgy, ha használunk egy szóközt, tehát hogy újra hasznos. Továbbá a fát, azt egy kihívásnak tekintem, mert vannak korlátai, szóval szobrászkodhatnék is, de nekem az nem tűnik olyan nagy kunsznak. Tudom, hogy nagy kunsz, de egy fát belekényszeríteni egy formába úgy, hogy ne látszódjon, hogy az hogy értem el, az nekem érdekes, és tetszik a végkifejlet. Nagy inspiráció nekem az a templom, ami a Lehel piacnál van. Kőből van a fala és a teteje is. És olyan ügyesen el van tüntetve, hogy jött az létre. Egyszerűen csak ott van, és olyan cakkumpak. Gáborral ellentétben, tehát azért minden nem közös bennünk, én szeretem a fikciót. Egy kicsit ezek is ilyen fikciók, például ezt a részt itt fából vaskarikának nevezem. Kovácsolni még nem tudok, de lehet, hogy azt is szeretnék. Most egyelőre így oldom meg. Mennyire inspirálják egymást a művész úrral, tehát mennyire vannak egymásra hatása nem csak a magánéletben, hanem a kreatív életben is? A kreatív életben is inspiráljuk egymást. Nagyon sokat beszélgetünk a Gábor művészetéről, az életéről, mit, hogy érez. Tehát mindent megbeszélünk minden előadás előtt, minden filmet megbeszélünk. Ez nagyon jó dolog egyébként. Szerintem mindent tudunk egymásról, tehát titok nincs, meg tabu sem nincs. Mindenben nem értünk egyet, például, hogyha festek rá valamit, neki van, ami nem tetszik, de konkrétan a makka kedvence. Ez egyébként nekem is nagy kedvencem. Ez is egy kihívás elérni azt, hogy egy falabból hogyan lesz egy ilyen forma. Nemrég például a rajzok is elefoglalják. Rajzolni mindig nagyon szerettem. Úgy gondolom, hogy tudok rajzolni, de nem vagyok annyira tehetséges a rajzban, bár lehet, hogy nem képeztem magam, és nem tudom, majd egyszer lehet, hogy ezt is kiderítem, hogy tehetséges vagyok-e festésben, de hát egyelőre így. Gondolkodott-e már azon, hogy a nagy közönségnek is megmutassa, vagy hogyan tudják elérni önt ezekkel a művekkel, hogyan tudják esetleg megvásárolni, vagy bármilyen megtekinteni? Szoktam bevinni kertészetbe, szóval már nagyon sok madáretetőt készítettem. Volt, amit megrendelésre, szoktam készíteni nagyobb darabokat, meg hosszúkásabb formájú, tehát többfélét. Van egy Facebook oldalam,
a Jó Madár címmel, amin tölthetnék több időt is, de sajnos arra kevés időm jut, meg szerintem sokkal jobb az, közelebb áll a szívemhez, hogyha kiteszem, és ott látják az emberek. Szóval a képek azok nem adják úgy vissza, mintha kézbe foghatják. És arra törekszem, hogy olyat készítsek, hogy ne tudják ott hagyni. És ha meg lehet tudni, hogy milyen irányfele a mozdul el manapság, mi foglalkoztatja, jól hallottuk, most épp egy Esztergom gép is a családhoz került. Madáretetők fognak születni, csak az hozzáad egy Esztergom gép, szóval talál az ember egy darab fát, azt kedvére formálhatja. Az eszköztár az jó, ha bővül. Nemrég felfedeztem a gyalugépet például, vagy vannak jó csiszológépek. Mik az, amik mesék, regények, mik inspirálják például önt? Nyilván, hogy nekem is az a célom, hogy emberek szeressék a munkámat, mert igazából akkor van értelme egy alkotó munkának, ha nem egy raktárt tömünk meg vele a saját örömünkre, hanem másoknak szerzünk vele örömet. Szóval, hát persze, én szeretnék sikereket elérni az újra hasznosított madáretetőimmel. A művész úr hogyan szokta ezeket? Kritikával illeti a munkákat, vagy pozitív kritikákat, gondolom? Persze, néha össze is különbözünk, igen. Hát többek mert között azon olyan... a tulipánoson, Gábor szerint... Tudod, amire az ember az életre tudja a megoldást, az a baj, hogy már nincs ideje megélni. De akkor át tudja adni másnak? Igen. Ott van egy barátomnak, a szekrényéről vettem le, egy öreg barátomnak, rá van írva, hogy lőszer. Tudod, méltósággal megöregedni, ehhez kell a legfontosabb képesség. De szépen és kreatívan így együtt azért jó megélni, nem? Hogyne, persze, persze. Ő is beleszól az én dolgaimba, én is beleszólok az ő dolgaiba. És van egy kedvenc a művész úrnak is, azt odaadom, és akkor beszélgessünk egy mit erről is. Ez látod, ez tényleg, ez nekem való, ez ilyen. Ide belemegy a kismadár, egy kis cinke vagy cinege. Csinál nekem ilyet, ha én kérem. Igen? Kérem. És egy picit a tulipánosról, ez hogyan készül? Madarak szívesen belemennek, de igazából azért ez az ember örömére készül, mert a madárnak nem nagyon számít a külcsíny. De nagy öröm, ha belemennek. Beszélgessünk egy picit a kertészkedésről. Közösen szoktak kertészkedni, vagy hogyan oszlik meg nem, ez a külti munka? Gyakorlatilag ő a manuális része, én meg a tervezésben mondom, de aztán... Aztán úgy is úgy csinálom, hogy én szeretném többnyire. Kérlek szépen, ha megyünk vadászni is, ő előbb hallja meg. Nekem is nagyon jó volt a fülem régen. Sokkal előbb hallja meg, ha jönnek a vadak, tudod? És akkor előveszem a hőkamerát, mert ő megnézi előtte, és azt mondja, ott van. Tehát megkönnyíti, meg élvezi ő is tulajdonképpen. Ha. Hát a hőkamera az azért fontos, meg nagy segítség, mert azért illik megnézni, hogy... A melegtestű. Hogy mit céloz meg. Mondjuk az nőként ember. Érdekes, hogy a vadászat az érdekli. Ez hogyan jött ki a Gábor szenvedélyét? Átvette, és így közösen kezdtek el vadászni? Átvette. Hát... Mikor megyünk? Hónap után? Megyünk néha, egy héten egyszer megyünk vadászni. Azért nem voltam teljesen tudatlan a témakörben, szóval vidéki vagyok én is, és apámnak mindig is voltak tehenei, malacok, birkái, szóval nem idegen ez nekem. Maga a vadászat az igen, mert mielőtt Gábort megismertem, nem voltam vadászni, de
Szerintem jól megy ez nekem. De ahogy hozok egy fácánt is, hogy pillanat, olyan csodálatos fácán, abból van a világ legjobb levese. Hát, olyan szép. Igen, többek között így van, a főzés is egy tudomány ág szerintem, meg a sütés, az is nagyon érdekes. És akkor elkészítik a vadászaton lelőtt vadakból minden persze, különböző... Persze, földolgozzuk, ez hozzátartozik. Tudod, nagyon sok olyan dolgot fedezek fel benne, ami már megtörtént életemben, anyám. Szóval nem akarom összehasonlítani, de azt nem lehet letagadni, hogy hol éltél, honnan jöttél. Mert én ahonnan jöttem, azt nem adnám oda Manhattanért sem. És hogyan képzeljük el itt a közös családi életet? Ott egy nagy vehemenciával rendelkező színművészt, hogyan egészíti ki ön? Vehemenciája van Gábornak, de azt hiszem, hogy kell is, hogy legyen. Szóval számomra nem idegen az ő habitusa, mert az én apám is rendelkezett egy hasonló habitussal, de én nem gondolom, hogy egy... Gábor sokszor mondja, hogy patriarchális rendszerben nevelkedett. Szerintem én is hasonlóan, de ismerjük ezt, hogy a kommunizmus gyermekei vagyunk tulajdonképpen. De ez nem azt jelenti, hogy elnyomásban van az ember, csak azért egy férfi legyen férfi. Igen. Tudod, ahogy anyám rám hagyta, ilyen cetlikre, gyönyörű kis cetlikre írta le a receptet, hogy nekem majd legyen. Nem tudta, hogy lesz párom, nem lesz párom, minden. Meg, hogy én megcsinálom, és ő leírta, és odaírta mindennek a végére, hogy jó étvágyat, kisfiam. Hát de annál jobb, amikor az ember saját maga ejtette azt az állatot el. Föl is kell tudni dolgozni. Meg azért vagyunk meg el itt. Kell tudni készíteni, és az a legfinomabb, amit magunknak termeltünk. Úgy tudom, hogy már elindult pályázatokon ezek az alkotásokon, sőt, sikereket is ért el. Egy pályázaton indultam el, az volt a pályázat lényege, hogy újra felhasználó cégek pályáztattak, lehetett díjat nyerni, és magát a díjat kellett megalkotni. És az én koncepcióm az volt, hogy újra hasznos. Tehát, hogy egy olyan díjat adjunk újrahasznosítás témakörben, ami újra hasznos. És úgy gondoltam, hogy egy madáretető, kutyakonzervdoboz tetővel az újra hasznos. Beszélgessünk egy picit ezekről az alkotásokról, hogy milyen motívumokat használ, mik az, amik inspirálják, és hogyan készülnek el. Mindig van kedvencem, most például a pöttyök. Nagyon tetszenek a pöttyök. Ez különböző formában. Például ezeken van ilyen apró, ez szerintem hasonlít, mintha egy madár lenyomat lenne, de egyébként nem nagyon születik két egyforma darab, amin szintén szoktunk Gáborral vitatkozni, mert szerinte ilyen gyáriasabbra kellene venni a dolgot. Ezek mesemotívumok? Jól látom, hogy azért a mesék inspirálják. Szeretem az ilyen stilizált, mert vicces és jól néz ki, és élethű madarat sokkal nehezebb festeni, pláne így madáretetőre. De készítek szívesen madarasat, virágosat, mert nem vagyunk egyformák, és hogy legyen választék, mert kinek mi tetszik jobban, szóval. És mik a visszajelzések? Ugye gondolom, hogy voltak már önnél vásárlók, vagy érdeklődők. Nagyon szeretik az emberek, voltak, igen. Olyan volt már, hogy megrendelésre? Tehát, hogy valaki konkrétan volt megrendelésre, már készítettem például Miskolcon van egy bormúzeum, és oda rendeltek tőlem azok ilyen stílusúak voltak, csak nagyobbak. Oda készítettem 10 darabot. Ezek úgy tűnnek, mintha ilyen meseházak lennének. Nagyon sokat nézem
a Spectrum Home-on. Tetszik az a világ, az az angliai, az az ír, bár még soha nem voltam, de ez a koboldos, ez a manós dolog, ez nagyon tetszik. Ez abból a világból nekem inspirálódik? Tehát igen. Onnan... Igen. És végül ezek kikerülnek majd a kertbe? Jól látom, hogy ezek Így van. Konkrét ezt használatban lesznek majd? Vagy? Konkrétan, igen, konkrét használatban lesznek. És nagyon tartósak, szóval le vannak tesztelve, mert az fontos szerintem, hogy úgy legyen lekezelve, hogyha azért valaki erre áldoz, azért évekig tudja élvezni, anélkül, hogy újra kellene mázolni neki. Kijöttünk egy picit a teraszról, ugye itt már konkrétan ki vannak állítva. Mit látunk itt éppen? Ami... Ezek még a kezdeti darabok, de nagyon szeretem őket, és tesztelés céljából is. Hát szeretem, hogy itt van, meg nyilván, hogy nekem is legyen kiakasztva, de ezek már 3 éve lógnak itt, és amint látható, nem pereg a festék, nem málik a vakolat. És akkor ez konkrét használatban ide jönnek konkrétan, a madarak? Konkrétan, igen, rendszeresen járnak bele. Ez még kicsi, de Bonzó a neve. És kérdezték a barátaim, hogy miért Bonzó? Mert mondom, volt szembe a rokonom, aki táviratozott, hogy gyere haza, mert anyád 2 korcskutyája, az szomszéd összes libáját, kacsáját, csirkéjét megfojtotta. Nem ette meg. Két kis korcskutya volt. Jó. De anyám imádta. Hazamentem. Pénzzel kifizettem, mondom, mondják meg, mennyi volt. És mondom, édesanyám, elhozom én ezt a kutyát, mert van Gödön egy kutyamenhely, és jó dolguk lesz. És anyám, láttam, hogy pityeleg meg minden, és már búcsúztam el tőle, mondom, nekem nincs annyi pénzem, hogy minden héten hazajárjak, és kifizessem a megölt baromfikat. Búcsúztam el tőle, és ott volt a pudvás kapufán a jobb kezem, és azt mondja anyám, hogy fiam, nekem csak ez a 2 kutyám van. És úgy, ahogy ott volt, megcsókolta a kezemet. Hát én úgy szégyeltem magam. Mondom, jó van édesanyám, akkor itt hagyok még 20 000 forintot, és csináltasson ilyen betonkerítésre, amivel. Azért lett Bonzó a neve, mert kérdezték, én is kérdeztem anyámtól, mondom, mi ennek a kutyának a neve, édesanyám? Azt mondja, Bonzó. És a másiké, az is Bonzó. Igen, és a név kötelez, apróvadas kutya, szóval ő sem veti meg a tyúkokat. Van egy 7 éves... szintén vadászkutyánk, csak az nagy vadas kutya, az egy hannoveri vérebb, és a Gáboré volt az anyja, a Bella, és len voltunk vadászni Beregsurányba, és ott a vadőrnek volt egy hannoveri vérebb tigriscsíkos kutyája, és kigondoltuk, hogy levinnénk fedeztetni hozzá a Bellát, mert hát legyen egy kölyke, már a Bella elég idős volt, és lett olyan szerencsénk, hogy sikerült a fedeztetés, és ugye hoztunk belőle egy kutyát is. És amikor mentünk érte, Debrecenbe találkoztunk a vadőrrel, hozta a kölyköket, mi 3-at hoztunk el, egy szukát az egyik vadászbarátunknak, egy mustárszínű kant, azért jött ide egy Dunántúlról egy vadász, meg ugye hát a miénk lett ugye a gringó, és ugye olyan kicsit olyan sértődötten néztük az almot, mert ugye amit nekünk szántak kutyát, hát az volt a legkisebb belőle, szóval az a tipikusan az a
Hát ott olyan fele akkora volt, mint a többi, de hát úgy megsajnáltuk, mert olyan kis szeretetre méltó volt, és azért lett Gringo a neve, mert ugye Gábor nagy Western szeretete az egyik ok volt rá, a másik pedig az, hogy a Gringo az egy gúny név, de a film végére mindig kiderül, hogy az a legfaszább a csapatban. Az lövi a legtöbb volt. És akkor ugye tényleg imádjuk a Gringót, mert végtelen hálás, nagyon okos, szóval mindent tud. Az a fontos, amit az előbb mondtam, hogy megöregedni csak méltósággal lehet. Az a legfontosabb, mert úgy teljes az élet. Hogyan lehet megöregedni szépen családban, mondjuk? Szerintem fontos, azt úgy elfelejtjük már, hogy generációk együtt nőjenek föl, hogy ismerjék egymást. Tudod, mindegy, hogy mi van a világban, de az ember öregségére rájön, hogy a legszűkebb környezete, a barátai, a családja, még az állata is, az kíséri el, az ad neki lehetőséget arra, hogy befogadja egy életen keresztül, hogy mindig hazavárja a közvetlen környezet.